Tisztelettel üdvözlöm a diákjaimat, az én nevem Galac Zsolt, a Horgosi Kárász Karolina, illetve a Bajmoki Vukkarazsics Általános Iskola tanára vagyok. Fogadjátok nagy szeretettel az órámat, amely ugye a természeti uh, tudnivalók után áttérünk a társadalom földrajzra, és nézzük, hogy akkor mit hoztam el nektek a mai órán. Szerbia lakossága lesz a témakör, amivel fogunk foglalkozni. Nevezzük még népességnek is, lakosság vagy népesség. Ez a helyes elnevezése, és a helyes címe a tananyagnak. Alapegysége maga a lakos. Tehát itt az emberek, társadalmak és az emberekről lesz szó, ugye ebben a mai leckében. Szerbia népessége a társadalmi fejlődés tényezője. A település pedig olyan hely, ahol az emberek élnek és dolgoznak. Nagyon-nagyon fontos mondat, mert egymáshoz kötődnek, egymás nélkül nem létezhetnek, ugye, maga a település és maga a lakos, az az a népesség. Egy kicsit most uh, uh, megpróbáljuk az országunkat feltérképezni és uh, elsősorban nagy vonalakban, nagy vonalakban mert mindig vannak eltérések is hogy körülbelül az országnak, a szerb köztársaságnak mennyi lakosa is e, van. Tehát e, itt most a népszámlálás útján ugye tudjuk meghatározni a lakosság számát. E, 6, e, 6 millió 900 ezer lakos környékén járunk, ami a 2018-as felmérések alapján e, van most a legújabban meghatározva. Itt ugye, hát Koszovó metóhia területe okozza a problémákat a lakosság számának szempontjából is, többek között ugye, és hogy már sokan úgy veszik, hogy hát nem Szerbia része már, tehát szuverén, és külön veszik a lakosainak a számát is. Én egybe szoktam ezt egy országként tekintve állok ennek a problémának elé. Tehát uh, itt mondjuk, hogy olyan 7 millió tájékán járunk, amely a, a szerbia lakosságát illeti. Uh, Vajdaságot, ahol mi élünk, ugye a beleértve magamat is, ugye olyan 2 millió uh, lakója van Vajdaságnak, és hát uh, ami a nemzetiségeket illeti, olyan 22 uh, nemzet lakja vajdaságot. Nézzük tovább. Népességszám. szám. Népesség szám főcíme alatt az emberi élet nyomai Szerbiában az őskorban őskorba vezethető vissza. Az emberi civilizáció fejlődésének kezdetéhez. Tehát már ott az őskorban is muszáj visszatekintenünk, a civilizációban. A középkori szerb források és a török összeírásból származó adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek a történelmi folyamán, tehát többször végeztek népszámlálást is, de ezek, ezekkel az adatokkal kezdték, amiről a nyoma van ugye a történelemben. A népességről a legfontosabb adatgyűjtés a népszámlálás, amiről már szó volt. A történelem folyamán a népszámlálás más és más történelmi időszakban szervezték meg, ugye? Maga a népszámlálás általában tíz évente tartanak. Tehát a mostani időktől, és visszamenőleg is, tehát tíz évente tartották meg a népszámlálást, így egy, egy képet alkottunk Szerbia lakosságáról, mivel az ország területén, ha visszatekintünk a múltra, sokszor háborúk dúltak, és egyszer egyik felhatósa, egy nagy hatalom felhatósággal került az ország, egyszer a másik. Tehát nehéz volt, ezt is azt akarom mondani, hogy nehéz volt megszervezni a népszámlálást is, és hát azokra az alatokra tudunk támaszkodni, amelyek a birtokunkban vannak, tehát mást nem tudunk tenni. Ez az országunk földrajzi helyzetéből kifolyólag is történt így, hogy sokszor a nagyhatalmak útjában volt, és hát el szerették volna foglalni ugye Szerbiát. Kérem szépen nézzük tovább, ami a lakosságot, lakosságnak a bevezetőjeként, bevezetőit illeti. Mi a népsűrűség? Hát a népsűrűség nem más, mint egy adott terület lakosainak a száma, az adott terület nagyságához viszonyítva, és ugye a képlet fő, mekkora, mennyi fő jut egy négyzetkilométerű területre. Tehát itt lényegében úgy kapjuk meg, hogy egy terület, egy bizonyos terület lakosainak a számát, elosztjuk a terület nagyságával, és megkapjuk, hogy egy négyzetkilométer területen mennyi lakos él. Ami a népsűrűséget illeti, ezzel ennyit szoktunk foglalkozni. Mi a természet és szaporulat, ami a második pont alatt szerepel, ugye a natalitás a mortalitás különbségét foglalja ez magában, de mindenek előtt a natalitás fogalma, mi az a natalitás, mert idegen szó, fogalomról van szó, mit jelent a natalitás? A natalitás az élve születtek száma, a mortalitás pedig az elhalálozottak száma, mondjuk egy periódusban, mondjuk, hogy egy évre visszamenőleg, ugye, hát mennyi új csecsemő, élve született csecsemő jött a világra, és mennyien haltak meg egy esztendőben, tehát ez a mortalitás, mennyien haltak meg. Sajnos nálunk és az országunk nagyobb területén a természetes szaporulat negatív, tehát többen halnak meg, mint amennyien születnek. lebonyolódása. A natalitás ugye tessék föl van tüntetve, natalitás az élveszülöttek száma, a mortalitás pedig az elhalázottak száma. Nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos fogalmak ezek, amelyekkel már ugye a negyedik osztályban kezdünk foglalkozni, és utána az ötödik, hatodik, hetedik és a nyolcadik osztályban is komolyabban foglalkozunk. A migrációk még egy, még egy ismeretlen fogalom, amelyet persze természetesen, hogy hallhattok a mindennapjainkban is, hogy mi a, mi a migráció. Kérem szépen, az nem más, mint a lakosságnak a helyváltoztatása. A migrácia, a lakosság helyváltoztatása két szintén idegen fogalommal, ismerkedünk, ez az emigráció és az immigráció. Az emigráció az az országból való kivándorlás, az immigráció pedig az országba való bevándorlást jelenti. Nem olyan komplikát, meg lehet jegyezni ugye egy kis odafigyeléssel. Ez a fő mozgatója a migrációnak. Na most ismerünk úgynevezett belső migrációkat, ez az országon belül történik, mégpedig a városból faluba, illetve faluból városba történő helyváltoztatás. Kérem szépen, általában gazdasági okai vannak, ugye a faluból városba munkahely megszerzése, következtében, illetve tehát a gazdasági mi voltja van ennek, hogy megtörténik ez a belső migráció. Vannak napi ingázások, valamint időszakos migrációk is. Ugye a napi ingázás például, saját példámat veszem alapul, mi szerint három iskolában, tehát a Bajmoki, Vukkarazsics, a Horgosi Kárházkarolina, és a kirendelt iskola, a Kispiaci. Én napi szinten szabadkán élek, szabadkán születen, szabadkán élek, de ingázok napi szinten ezekben a, ebben, ezekben a falvakban. És én ezt a, ezt a migrációt ö, végzem, ugye nap, mint nap. Hát ö, ö, valójában, valójában ami a migrációkat illeti, más fogalma, más ismeretlen fogalma nincs nekik. A migrációkat kiválthatta a történelmi folyamán, tehát a háborúk is kiválthatják, különböző betegségek, járványok megjelenése is válthat ki migrációt, fegyveres összetűzések, jó ide tartozni, a háborúk fegyver, tehát mindenféle szempontból a migráció az, elindulhat, és az emberek elégedetlenségéből kifolyólag történt, következik ez be. Köszönöm szépen a figyelmet, nagy vonalakban ennyi lett volna a Szerbia lakosságának bevezető része, erről lehet nagyon sokat beszélni, én megpróbáltam a leglényegesebb dolgokat most összesűrítve elhozni nektek. Remélem, hogy, hogy tanulságos volt, és tudtátok leszűrni a fontosabb részeit. Köszönöm a figyelmet!